Tűzoltó Múzeum és a Völgységi Múzeum több mint 10 000 tárgyat kezel, és a mai napig kerülnek hozzájuk régi dokumentumok és tárgyak, amik aztán a múzeum repertoárját színesítik. Jelenleg a Tűzoltó Múzeumban mintegy 200 tárgy van, a Völgységi Múzeum még majdnem 10 000 tárgyat kezel. Ebben azért vannak dokumentumok és fényképek is, de a nagy részük az kézzelfogható néprajzi történeti tárgyanyag, aminek egy elég nagy raktárbázisa van, ezt pont az idén újítottuk fel. De visszakanyarodva a kérdésre, igen, a napjainkban is kerülnek elő újabb tárgyak, ugye hál' Isten, amikor előkerül egy ilyen régi koroknak az emléke, akkor sok esetben, ha nem is közvetlenül, de értesítik a múzeumot, és ilyenkor vagy valamilyen támogatásból, vagy saját forrásból ezt igyekszünk megvásárolni az illetőtől, tehát nem ingyen kérjük be, nem ellenszolgáltatás nélkül, de ugyanakkor igyekszünk megvédeni mindent, aminek értéke van. Ezzel az aláírási ceremóniával megújították azt az együttműködési szerződést, ami már évek óta fennállt a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Bonyhádi Völgységi Múzeum között. Mindenre azért volt szükség, mert a kooperációhoz új civil résztvevőként a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is csatlakozott. Az összefogás célja az, hogy a katasztrófavédelem és a tűzoltóság emlékét megőrizzék és továbbadják a fiatal generációnak. Szeretnénk megismertetni a szakmánkat, a szakmánknak a szépségét, és hogyha ennek eredményeként valaki kedvet kap ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó legyen, és belépjen, ez csak egy nyeremény mindenki számára. Ő számára is, mert egy olyan közösségi élményt, egy olyan tudást kap, amit máshol nem biztos, hogy megszerezhet, és a tűzoltóság számára is, mert ugye lehetőség nyílik arra, hogy utána később hivatásosként folytassa a pályafutását. Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesületük több részt szeretne vállalni a Tűzoltó Múzeum állag megóvásában, a benne tárolt tárgyak bemutatásával pedig megismertetni a fiatalokkal a szakma szépségeit. Ennek lenne fontosabb szerepe a múzeumban, mert megpróbálnánk több diákot, óvodást, mindenkit elvinni a múzeumba, bemutatni a múzeumot, kicsit beszélni a régmúltról, az egész 21. századig, hogy hát ha a kedvet kapnak, akár belépni a későbbiek során belépni a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, vagy esetleg csatlakozni a hivatásos állományhoz. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum vezetője elmondta, ők a szakmaiságukkal és a múzeum pedagógiai tudásukkal járulnak hozzá a tájékoztatáshoz. Nagy tapasztalatuk van ebben, hiszen évek óta rengeteg programot és előadást szerveznek a Tűzoltó Múzeumban. Vannak, amikor oktatási intézmények keresnek meg minket, de mi is, amikor összeáll egy program, vagy akár egy nemzetiségi hétre, akár egy nyári gyermektáborra kitalálunk egy programot, azt mindig megkérdetjük honlapon, Facebookon, illetve körbe is küldjük a helyi intézményeknek, és elég nagy az érdeklődés, azt kell, hogy mondjam. Tehát főleg, hogyha a gyerekek ellátogatnak hozzánk, akkor általában mindig találnak olyan dolgokat, ami felkelti az érdeklődésüket. A Tűzoltó Múzeumban meg kifejezetten. Tehát ott azért ez egy nagyon hálás téma. Az együttműködés célja, hogy a fiatal generáció körében népszerűsítsék a tűzoltóság munkáját, megismertessék velük a szakma szépségeit.